Üdvözlök mindenkit a Digitális Festéstippek sorozat második részénél. Ebben a részben egyedi ecseteket fogunk készíteni és beállítani, és megmutatom a használatokat is. Tehát a téma ecset. Azon belül is négy különböző ecsetet fogok nektek megmutatni, hogy hogyan készítsük és használjuk őket. Az első, az egy piszoár lesz, mégis miért ne, gyakorlatilag bármilyen formából jó ecsetet lehet készíteni, és jól lehet azt majd használni. A második ecset egy textúra ecset lesz, ez igazából majd egy elég undorító képből fog kialakulni, úgyhogy csak erős időzítőeknek ajánlom. Mindenképpen érdemes elkészíteni és használni. A harmadik ecset egy felhő lesz majd, a negyedik pedig egy lánc ecset. Elég hosszú lesz a videó, de szerintem érdemes lesz kivárni a végét, akkor mutatok egy élő példát, hogy hogyan lehet ezt a négy ecsetet használni egy képen, csak azt a ecsetet fogom használni a prezentálás kedvéért. És akkor tegyük is el. Nyissunk is gyorsan egy új lapot, Ctrl-M-mel tudjuk ezt elérni. Én a nemzetközi papírtípusú beállítások közül általában az A5-ös vagy A4-es formátumot szoktam választani, én most egy A5-ös. Nyissuk is be az első képünket. Shift-W-vel választok ki a gyors kijelölő eszközt, és gyorsan fussunk körbe a piszoár körül, ilyen esetben piszoár körül, illetve Alt és bal gomb nyomvatartása közben választok ki azt, amit nincsen szükségünk. Ja. Itt láthatjátok ezt a szürke alapon fehér kör eszközt, ez a réteg maszk, hagyunk hozzá. Láthatjátok, hogy eltűnt az a rész, amit nem jelöltünk ki. Itt a fekete rész az, ami takarásban van, aminek még nem kell, a fehér pedig, amire szükségünk van. Kicsit pontosítsuk a kijelölést. Válasszuk ki az ecset eszközt, és amint látjátok, hogyha feketével rajzolok bele a képben, akkor az a kijelölésen kívülre esik, hogyha pedig fehérrel, akkor pedig hozzáadhatunk a kijelöléshez. Egy puhább ecsettel érdemes gyorsan körbe sablonozni ezt a kis puszolát. Jó. Most rákattintunk itt az eredeti képünkre, most azon fogunk dolgozni, és ütünk egy Ctrl-L billentyű kombinációt, ekkor kijön az a szintek panel, és itt a bal oldali fekete, illetve a jobb oldali fehér kis csúszkát egymás felé közelítjük, ezzel növeljük a kontrasztot. Kicsit sötétebbre a világosabbra tudjuk állítani a szürke csúszka segítségével a képet, hát próbáljuk eltalálni egy ilyen középértéket, mint ezt. Enter. Most pedig egy Shift-Ctrl-U billentyű kombináció segítségével állítsuk a képet fekete-fehérre. Most jelöljük ki a képet. Szerkesztés. És ecsetkészlet megadása opciót választjuk. Ezzel már is kreáltunk magunknak egy új ecsetet. Betöröljük ki a képet, illetve a fóliát. És hozzunk létre egy vagy sok fóliát, ugyanis most tesztelni fogjuk a különböző beállításokat, és a sok fóliát el fogunk használni. Most ecset eszközre állítva jobb klik, és gördítsük a csúszkát levelúra, oda mentél automatikusan az új ecsetet, és itt látható maga a piszoár, és akkor kezdjük is beállítani. Alapzat dinamika. Ez lesz az első beállítási opció. Itt az ecset mérete közti különbséget tudjuk remekül beállítani. Minél jobban a nullához közelít ez az érték, annál kisebb átmérővel tudom dolgozni az ecsettel. Ez az érték minél jobban közelít a 100% felé. Ez a minimális átmérő az annál inkább csökken. Tehát látjátok itt a nullához rakom, akkor egészen picivel is tudok rajzolni. Ha pedig a 100-hoz közel, mondjuk 86%-ra, bármennyire is gyengül nyomom le a tónamat, nem tudok ez alá a minimális érték alá menni. Ezt állítsuk mindig egy olyan
25 százalékra. Majd a szög vibrálását, mondjuk 100 százalékra. Ez azt jelenti, hogy elkezd a képünk össze-vissza forogni, miközben húzom a tollamat. Az nem fontos lesz majd. Illetve az alatt lévő kerekség vibrálást is egy kicsit húzzuk fel, mondjuk is 30 százalékra. És az ecsethelye alapján változtatunk egy kicsit a köz opciónál, ezzel a forma közti közöket tudjuk beállítani, és láthatjátok, hogy felvettem 185%-ra, ezért alig becsöktet egy-két piszlát. De ha ezt ide lakom az egyes, ez akkor egybefüggő amort forma jelétre. Hát nekünk egy ilyen köztes érték kell, mondjuk úgy 43%, mert az olyan tűnik. És ezzel is készült az első ecsetünk. Most egy jó klik, és erre a kis ikonba kattintva el tudjuk menteni a beállításokkal együtt ezt a kis ecsetet. Én a beállítás nélküli, és a beállítás után változott az ecsetnek. Be is nyitjuk a következő ecsethez szükséges képet. Íme itt is van, nanétvált gerjesztő kép. Pontosan ezzel is Shift-Ctrl-U-val fekete fejlítsük el a képet, illetve Ctrl-L-el kicsit emeljük a kontrasztot. Én majd is találtam a helyes opciót, majd ugyanúgy, mint az előbb, réteg maszk hozzáadás. L vagy Shift-L gomb kombináció segítségével választjuk ki ezt a kijelző lasszó eszközt. Elérjük ki a szükséges területet. És satírozzuk be a kijelzésen kívül eső területet. A puhá becsettel megint körülmegyek azért az élőkön. Hogyha esetleg nem tetszik a kijelzés, akkor megfordítjuk a fekete fehér színünket, és tovább tudjuk módosítani a kijelzést. Jó, most pedig nyomunk egy Ctrl-I-t, hogy a képet negatív állapotba tegyük. Ezzel a fekete és a fehér színeket fordítjuk meg. Mert csak úgy, mint az előbb, jelöljük ki, szerkesztés, ecsetkészlet megadása, majd mentsük rá, töröljük ki az egész réteget, majd az ecseteszköznél jobb klikkel választjuk ki az új textúra ecsetünket. Ez egyelőre nagyon fülyen néz ki, könnyebben is állítjuk gyorsan. Bekapcsoljuk az alakzat dinamikát, most már kicsit jobban tudjuk azért kontrollálni az esetünket, sokkal jobban is néz ki. Hát percé szerint megint beállíthatjuk itt a minimális átmérőt. Kicsit magasabbra veszem. Szögvibrálás, kicsit azzal is próbálkozunk. Közt is egy kicsit magasabbra veszem. Ezzel jobban elkülönülnek egymástól. Bekapcsoljuk a pontterülés opciót. Ezzel azt tudjuk beállítani, hogyha bekapcsoljuk a tolnyomás erősségre azt a vezérlőt, hogy milyen puhán tudjunk festeni vagy rajzolni a csettel. Itt ezzel csúszkával tudjuk állítani a keménységét vagy a porságát. Az a csettnek minden inkább a nulla felé közelít az érték, annál puhában tudunk, és minden inkább a 100 felé, annál keményebben gyakorlatilag is látszik a különbség. Hát vagyok ezt egy erősebb 77-re mondjuk. Most kapcsoljuk be a textúra lehetőséget. Válasszunk itt bármilyen textúrát, ami nekünk éppen megfelelő. Én most ezt a lehetőséget választottam. Tetszésünk szerint igazítsuk a méretét. Én a lineáris égetés lehetőséget választottam. Igazából nincsen erre szabály, hogy melyik a legjobb, vagy melyiket érdemes használni. Az enyém végül így néz ki. És akkor nyissuk be a harmadik képet, ez ugye a felhős lesz, miután ez kész van, a gyors kijelző eszköz segítségével gyorsan fussunk körbe rajta. Fussunk egy Ctrl-I-t, hogy invertáljuk a képet, majd a szegély finomításra kattintva ezt a kis ecsetet választjuk ki, és fussunk körbe vele a felhő körül. Ezzel a nehezen kijelölhető területeket is pontosan ki tudjuk jelölni. Enter.
majd hozzuk létre a maszkot, és innal felülünk. Most bal egér nyomogatásával húzzuk be ebből a kis ikonba, ezzel megkettőzzük a felhőt, kicsit határozottabbak lesznek a körvonalak. Most kontroll segítségével jelöljük ki mindkettőt, jobb klik, majd a réteg egyesítése kattintva egyesítsük a két kötélet. Ha nem tetszik a felhőn formáját, akkor jelöljük ki, Ctrl-C, Ctrl-V-be, duplázzuk azt meg. Mivel ez egy új rétegre került az előző fölé, ezért azt Ctrl-T segítségével bárhogyan tudjuk módosítani, kedvünk szerint. Egy kicsit is nyújtok rajta. Meg a radír eszköz segítségével egy puha ecsetet választunk ki, és olvasszuk össze a két felhőt. Majd jelöljük ki, szerkesztés, ecsetkészlet megadása, nevezzük el és mentsük el. Majd állítsuk be. A végleges beállításokat láthatjátok a felhőnön. Közt 87%-ra tettem. Valahozott dinamikán is ezeket a beállításokat láthatjátok. Ha nem tudjátok magatoktól kikísérletezni a megfelelő beállítást, akkor esetleg használhatjátok ezeket a beállításokat. Pont terülést is erre az opcióra állítottam. És így néz ki végül. Hozunk létre egy rétegmaszkot, majd egy kemény ecsettel. Választunk egy láncszemet, amelyik nekünk éppen tetszik. Nem mondjuk ezt ki. Ctrl-I-vel fordítsuk meg a kijelölést. Ha szükséges, pontosítsuk az éleket, Shift-Ctrl-val tegyük fekete-fehérre a képet. Majd menjünk ide a réteg maszk bélyegre, és egy Ctrl-Alt egérgomb lenyomásával jelöljük ki a láncszemet, és visszaugorva a képre, tessük azt a feketére. A gyakorlatilag nekünk csak a sziluettje kell a körvonalon. Most menjünk a szűrő, majd a cseppfolyósítás opcióra. Válasszuk ki ezt az új eszközt. Állítsuk be itt a megfelelő ecsetméretet. Majd egy kicsit torzítsuk meg ezt a formát, ezzel is egyedi ecsetet kapva. Enter. Majd jelöljük ki. Szerkesztés. Adjuk meg új ecsetnek. Töröljük ki, válasszuk ki, vagy állítsuk be. Szóval a dinamikát fogjuk beállítani, azon belül is nagyon fontos az irány opciót válasszuk itt ki, tehát irány. Ezáltal abban az irányban fog forogni az ecsetünk, amelyre éppen haladunk. Közt egy kicsit pedig nagyobbra. Jelenesebb a 125%-ra, és láthatjátok, hogy gyakorlatilag kész is van a láncecset. Készítettem egy gyors rajzot, hogy meg tudjam mutatni, melyik ecsetet hol használtam, mivel ebből csak gyorsan összedobtam valamit, mutatom is, ő lenne az. Itt látható például a pisztolyár ecset, mint a fejnél, igazából az egész robotnak a vázát abban alkottam. Itt a földön látható a textúra ecset, és itt az égen pedig a felhő ecset. Nyilván egy kicsit jobban eldolgoztam, mint ahogy most itt mutatom nektek, de gyakorlatilag erről van szó. Itt pedig a lánc. Remélem tetszett a második rész, remélem lett túl hosszú, és tudtatok valamit tanulni belőle. Hogyha igen, akkor találkozunk a következő videónál. Sziasztok!